Sziasztok, itt Attila, ez pedig a GameHalom csatorna Medium sorozatának következő része, és itt is vagyunk ott, ahol az OBS abbahagyta a felvételt. Pontosan a puzzle után, szóval semmiről nem maradtatok le, maximum csak a megoldásáról. Ami nem egy olyan nagy dolog, várjatok még, mert bejövünk ide. Erre van-e bármi is? Nem úgy tűnik. A kamera nem nagyon enged minket arra menni. Itt egy ilyen well. Egyébként... Jó, úgy tűnik, hogy nem elég erős a lángja ahhoz, hogy elnyelhessünk belőle energiát. Egyébként sikerült megoldanom azt, hogy mikor elindítottam ennek a felvételnek a felvevését, akkor magát a felvételt nem indítottam el, csak azt, hogy vegyem magamat. I love this melody. It reminds me of my childhood. At least the good parts of it. But the bad parts. A Lily egy picit túl okos az a korához képest szerintem. Vagy legalábbis nagyon kimondja, amit gondol. You're special. Nem bírlak, csávó. Én nem bírlak. Végre rájött, hogy ő sadness. Ez elég egyértelmű volt szerintem az eddigiek alapján. Itt van egy kulcs. Úgyni. És erre megyünk szépen. Fogjuk a jó kis Razer Blade-ünkkel, ezt ketté vágjuk. A jó kis gamer Razer Blade-ünkkel. Mondjuk az RGB-t azt megspórolták rajta. Illetve a sebességet is. Tehát ahhoz képest, hogy nem csak hogy nekünk kellett összerakni, de még nekünk is kell erőt hozzáadnunk, hogy végigcsinálja a feladatát. Látjátok, nem végzi túl gyorsan így sem. Ez nem az én napom egyébként, tehát hogy a mai nap felvettem összesen 2 darab 7 Days to Die videót, és az egyik az nem jó, ezért kellett felvennem egy újabbat, és ennek a felvevésére is már más... Come on, Richard. You were always there when I needed you. Let me return the favor. I don't know, Thomas. What about my work? The university? Richard, I know they kicked you out. I'm guessing you finally managed to piss off the right people. Stay with us, old friend. Do it for me. For them. So, he brought him here. Wonder who he meant by them. So, that's how you found him? Yes. He was just lying there. Mr. Rekovich? I'm sorry. He was a friend. I just... need a moment. That's not true, Thomas. You thought he deserved it. Na most változtattam egy-két dolgot, most talán nem fog annyira akadni, mint amennyire jelzi az OBS, hogy akad a játék. Jaj, keresztül jutottunk. Nézzük, mi van itt. Itt egy baba. Bármi érdekes, amit így fel kéne szednem. Ott egy baromi nagy kéz alul, azt látjátok? Erre kell mennünk?
Úgy tűnik erre kell mennem. Jó, egy beszélgetés lesz itt is. Uncle Richard, my arms are getting tired. You've been drawing me for hours. Almost done. Az nem túl kényelmes, órákon keresztül egy helyben ülni. You remind me of someone. A girl I knew when I was very young. Jaj, ne, a csávót izére. Yes. Oh. A young, innocent. A csávót egy olyan személyre emlékezteti, akiben nagyon szerelmes volt. Ferocity of adult lives. Az sose jó, az sose jó jel. I'm getting a weird vibe from him. There's grief, sorrow, and something else. Ez sose jó jel. Egy öreg fazon egy kislánnyal beszélget, aki hasonlít a gyermekkori szerelmére. Miért érzem úgy, hogy ennek rossz vége lesz? Jaj. Mit adsz neki? Aren't you a bit old to be playing with dolls? Here, I bought it especially for you. Valamit vett neki. A ribbon? It's beautiful. Egy szallagot. Thank you, Uncle Richard. Here, let me. On the other hand, why don't you do it yourself? Rá akart adni? Haha. What was that? What was that? It's like something stirred inside it. What's that? Mozogjunk tovább. Erre van még egy emlék. Itt a ribbon. Mi ez az egész? Itt a másik világbeli részt látja. Darabok vannak, ember darabok. Oh God! What have I done? It feels cold. What have you done? Mit tett? Erre sose kaptam választ viszont, tehát nem jutottam el odáig, hogy megtudjam, hogy ténylegesen mit tett, de valami igen szörnyű dolgot tett. Egy mozgószék. Egy wheelchair. Most nálam is be van fagyva a kép egyébként egy helyben. Te fogta volna és reszetelte volna beállításaimat egyébként. Ez a játék, meg az USB, ez nem az én napom. És nem tudom, érzékelitek-e, de ezerszer jobb, hogy most átállítottam. Egyrészt nincs 30 FPS-re korlátozva a játék, nem tudom, miért állítja minden egyes alkalommal vissza rá, hogy 30 FPS-re korlátozza. Másrészt meg most, hogy lejjebb vettem a grafikai beállításokat, most már talán nem fog akadni minden egyes dolog rajta folyamatosan. God fucking damn it! De akadni fog, ahogy nézem. Igazából közben nézem a OBS-en belül, hogy mennyire akad, mennyire dobja a frémeket. És dobja rendesen, tehát totálisan nem érdekli. Lehet picit sok ez a pici laptopocskámnak. Egyébként mennyivel mozog, mennyivel megy most jelenleg a játék? 50-nel. Mint ahogy a videó is kéne, hogy 50 legyen. Viszont ki 100%-olja a processz videókártyát. Legyen 30, akkor tartsad a 30-at, csak a videó ne legyen, ne akadjon, mint a fene. Most 30-al működsz? Most 30-al működsz. De akkor viszont most ne akadjon a videó. I need to be sure. There's gotta be something around here. You want what? Kivel beszélgetsz, bro? Fuck! By the way. Tudom, hogy annyira nem figyeltem a sztorira jelenleg most, de kivel beszélgetsz? Nem akarod bemutatni nekünk? Hoppa. Look who finally decided to let me out of my cage. And only when you need my help. Surprise. Surprise.
Thomas. You know what? I'm not in the mood. Just tell me what you see. Come on. Come on. Yes. I can feel it. Okay. It's around here. Somewhere. Oh, well, that's real fucking specific. Hey, I'm trying to help here. You know, sometimes I wonder. Well, it doesn't make it easier when you keep me in the dark for so long. Oh, Christ. Thanks for that, by the way. Hell of a way to treat your soulmate. God damn it! Mit keresel egyáltalán, Thomas? Nem értem a szituációt, most mit keres? Really? I'm never wrong about these things. Tehát mire van szüksége? Oh, screw this. I should have known better than to listen to you. Wait. What? There. Where? What? Na, megtalálta. Bármit is keresett. Yes. This is it. Spirituális Thomas megtalálta, amit keresnek. This is it. By the way, nem tudom, mennyi rész óta játszuk ezt a játékot, de így nem egészen értem, hogy mi a sztori. Vagy csak így ennyi, tehát, hogy... Kezdem elveszteni az érdeklődésemet, és gondolkodom rajta, hogy abba hagyom ezt a sorozatot, mert nem éppen annyira érdekes, mint gondoltam, hogy lesz. Eleinte jó pofa volt, de most már csak problémáim vannak vele egyébként folyamatosan. Kezdve azzal, hogy egyébként olyan ramatyú tud működni, mint a fene. Pláne amikor két képernyő van egyszerre. Tehát amikor két különálló világ van, az olyan nehezen tud működni, hogy valami ilyetetlen. No. Szerintem tudjátok, mit talált? Szerintem az It's like he's obsessed. Öreg apukának a izéjét. A, nem tudom, naplóját. What is it? What have I done? We couldn't have known. I let him into my home. He was like a father to me. He was like a father to me. Do this to her. Fucking bastard! How could he? Nézzük, hogy áll ez. I told you we couldn't trust anyone but ourselves. Keep it together. Think. What do we do now? I can't fucking. We wait. Én nem értem egészen, nem értem a dolgokat. Oh, just. Whoa, easy, Tiger. Remember what's at stake here. Ha akad a videó, sorry srácok, én nem tudom mitől akadt. Tehát már 30 FPS-re van korlátozva, van processzornak mozgástere, van a videókártyának mozgástere. Le van véve az OBS-en a felvételnek a minősége is. Nem tudom, hogy miért akad, hogyha akad. Én látom, hogy drobálja a frame-eket, nem tudom miért csinálja. Ha nagyon szar lesz a felvétel, akkor ez lesz az utolsó egyébként ebből a játékból. Mert botrányosan működik a laptopomon. Vagy egyszerűen nem bírja el, vagy ennyire nevetségesen nagy a követelménye. Richard. Ja, Richard valamit csinált szerintem Sadness-szel, azaz Lily-vel. Everything all right, my friend? Did you do it, friend? Did I? What? My daughter. My 13-year-old daughter. I entrusted her to you. Thomas. Did you do it? Mit tette? I don't. Tagadja. Ott a naplód öregapó. I found the sketchbook. Forced myself to look through it. Cover to cover. Every single fucking page! Tell me you didn't hurt her, Richard. Thomas, please. Tell me I'm wrong, Richard.
dummy, and I'll let you go. It wasn't me, Thomas. You have to understand. A démonjai voltak. Ő nem, nem ő volt, a démonjai. A hangok mondták a fejében. You have to believe me. I wanted to die. Meg akartál halni. Thomas, I'm so sorry. She's my daughter. I never wanted any of this. I should never have come here. But you did. Knowing she's here. Knowing what she means to me. Thomas, I swear, I'll go away. You'll never... Wait, but you... No, let me out. Let me out. Let me in. Most mi történik? Egyébként, ha jól emlékszem, a Richard az utána kerül be ilyen... ilyen otthonba vagy mibe. Ahol utána még kínozzák egy ideig. Addig-addig kínozzák, ameddig ő nem lesz a mészárlásnak az oka. Fúj. Hello, spirituális Thomas. This cancer spread far enough. Time to cut it out. Nice. Mi vagyunk Thomasszal. Hello, Thomas. Na jó van, srácok. Ezzel le is zárjuk ezt az epizódot. Hú, én már... elegem van a hibákkal, a nem működő dolgokkal, meg a hasonlókkal kapcsolatban. De dobjatok egy lájkot, hogyha tetszett, dobjatok egy diszlájkot, hogyha nem. Iratkozzatok fel a csatornára, érdekel további tartalom tőlem. Írjátok le a komment szekcióba, hogy milyennek látjátok, hogy milyen lett ez a rész. Még én se tudom, hogy a felvétel mennyire nézhetetlen vagy nézhető. Ja. Sziasztok!